Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Amint arról már híradónkban is beszámoltunk, az anyateljes táplálás világnapjáról emlékeztet meg hétfőn az Ajkai Magyar Imre Kórházban. Mai magazinunkban elsőként erről láthatnak egy összeállítást. A mai anyateljes világnapon kik és milyen témában tartottak előadásokat? Vincéné Szamosvári Veronika területi védőnő nyitotta meg az előadást egy verses köszöntővel. A következő előadás témája a munka és szoptatás, valósítsuk meg együtt, dr. Kovács Ágnes neonatológus főorvos vezetésével. Az intrauterin magzati retardációról beszélt az osztályvezető szülésznő, az André Olga. A szoptatás támogató környezet megvalósítása az újszülött osztályon, az az én feladatom volt ismertetni és elmondani. Majd végezetül szintén Vincéné Szamosvári Veronika tartotta meg előadását, aki arról beszélt, hogy hogyan segíthet a védőnő otthon a családnak, a családoknak a sikeres szoptatás megvalósításában. Mennyire választják az anyateljes táplálást az anyukák? Tapasztalatunk alapján megnőtt az anyateljes táplálásnak a fontossága, és a marketing bizonyos szempontból háttérbe szorult, és több édesanya dönt, hogy az újszülöttét anyateljel táplálja. Valójában a csecsemő táplálásnak a biológiai módja az anyateljes táplálás. Megoszlanak a vélemények, hogy mennyi ideig kell anyateljel táplálni a kisgyermekeket, most mi az állásfoglalás jelenleg? A WHO álláspontja alapján azt szoktuk mondani, hogy 6 hónapos korig csak kizárólagosan anyatejjel táplálunk, majd minél sikeresebb megvalósítani a hosszú távú szoptatást, ami azt jelenti, hogy 1 éves koron és azon túl, és 6 hónapos korban kezdjük el az egyéb nemű táplálékoknak a bevezetését, addig mindenáron az anyatejes táplálást javasoljuk. Régen nagyon népszerűek voltak az anyatejgyűjtő állomások, illetve fordulhattak ilyen anyatejgyűjtő állomásokhoz azok, akiknek nem volt elegendő a tejük, vagy nem tudtak szoptatni. Jelenleg mi a helyzet Magyarországon? Hát én ajkai viszonylatról tudnék beszélni, nálunk még anyatejgyűjtő állomás nincsen, de a közelgő 5 év munkásságába belefoglaltuk az anyatejgyűjtő állomások létrehozását. Veszprémben működik a háztól házig akció, tehát előzetes orvosi vizsgálaton részt vesz az anyuka, van egy papírja, ami alapján anyatejadóvá válik, és akkor úgy tudja az anyatejet adni. Abban a néhány napban, amíg az anyukák a szülés után itt tartózkodnak a kórházban, mennyire tudjátok őket megtanítani a helyes szoptatásra, illetve mi a visszatérő anyukáknak a problémája, milyen problémákkal jelentkeznek nálatok? Igen, szerintem nagyon jó arányban dolgozunk, és minden anyukát támogatunk a sikeres szoptatás megvalósításában. Amit nagyon szeretnek, elfogadják a segítségünket, élnek vele, megmutatjuk, hogy hogyan kell helyesen merre tenni a babát, tájékoztatjuk az előtte élettani jelentőségéről, az anyateljes táplálás fontosságáról, a szoptatási testhelyzetekről, esetleg azokról a dolgokról, ha bármely nehézség adódik, hogy milyen alternatívákat tudunk közösen kiötletelni annak érdekében, hogy minél hatékonyabbá és sikeresebbé tudjuk tenni a szoptatást, és többek között a hosszú távú kizárólagos szoptatást is. 2012-ben Mababarát kórházzá minősítették az Ajkai Magyar Imre Kórházat. Mivel lehetett kiérdemelni ezt a címet? Nagyon fáradtságos és sok munkánk volt ebben, mind részünkről, akik a projektet vezették, és mind az osztály dolgozói részéről. Belügyminisztériumból szigorú felméréseken kellett részt venni, ami többek között magába takarta, hogy a szülőszobai dolgokat, az osztályon történő munkát, és többek között az édesanyáknak, a várandós anyáknak a felkészítését, ami át általunk történik, és vizsgáztatás is történt, mind a kórházi személyzetet vizsgáztatták, és mind az édesanyákat is, hogy valójában megtörténtek-e az általunk
ígért felkészítő foglalkozások, és mennyire tudták az anyukák a gyakorlatba átvinni ezeket az ismereteket, és mennyire tudták megvalósítani. Hát most volt egy újrafelmérésünk, Magyarországon 16 bababarát kórház létezik, ezek közül a második legjobb helyen áll az Ajkai Magyar Imre Kórház.